Jó reggelt! Szevasztok! Reggelt! Ez Darkness, Jani. Melyik Dark? Hát tiszta Darkness, nézd meg! Vagy ez a normális színem? Vagy elkezdtem szürkölni, mint aki üszkösödik? Én nem mondanám, hogy Dark, inkább olyan kicsit olyan szintelen. Adjak rá egy kis fény? Nem kell fény! Nézd már, figyelj! Míg a kasztyom, nézd, szevasztok srácok, jó reggelt! Mi van, nem éred el, hogy mi a faszom? Odanéz. Hát nem jobb. Az a baj, kezdek aggódni, mert ugye a Doom felirat az viszonylag színes. Igen? A fejem meg, oh Jesus. Ez valami fire. Nem, ez szerintem velem maragod. Lehet, hogy... Tehát így ráfoghatjuk arra, hogy a kamera nem, tehát nem tudja reprezentálni gyakorlatilag a bőrszínünket, de amúgy de, és ez gond. Ugye, de egyébként ezzel azért van gond, ezzel a bőrszín reprezentálással. Gondolod? Van. Na jó, hát ez elképzelhető egyébként, szevasztok srácok, de meg köszönjük szépen a támogatást, haver! Nagyon szívesen! Slifter, köszönjük szépen a Twitch Babyt, neked is köszönjük a 9 hónap támogatást, Akvilla, csiráf kitartás neked is, Jelinek is, a hét második fele, biztosan jobban alakul, I wish you the best luck and every success in the future! Köszi Akvilla, aranyos vagy. Hoa, mi a helyzet? Hát nem sok minden, Pisti. Valahogy a tegnap pillanatban engem is úgy lefárasztott, pedig én nem is streameltem. Igen. Hát az így elég meredek volt. Egyébként, 82 Dave, köszönjük szépen a feliratkozást. Egyébként beszélhetünk a tegnapi napról, alapvetően, több szempontból is egyébként. Na. Mondanom sem kell, nem kicsit baszott fel a South Park egyébként. Hát, tehát ez nyilvánvaló egyébként, meg na, mindegy, voltak körülmények. De most ezt így hagyjuk is, igazából, amit a részleteit ennek. De ennek kapcsán egyébként beszélhetünk dolgokról, amik érdekesek. Na. Többek azt arról, azokra gondoltam, és erről te is kifejtetted a véleményed, mert nyilván te is voltál már hasonló helyzetben. Igen. Eleve, mi az, hogy frusztrál egy játék? Ezt érintőlegesen meglőttük a múltkor, de a játék nehézségről beszélhetünk alapvetően. Uh-huh. Illetve arról, hogy mikor már eljön ugye a megfelelő hőmérséklet, igen. Akkor ott ugye mik történnek streamelés közben. Mert ez ugye egy ilyen érdekes dolog. Alapvetően. Nem tudom, hogy láttad így a South Parknak ezt a vége szakaszát? Nem, ez... De most komolyan, tehát hogy objektíven nézed. Nem, komolyan mondom neked, hogy ez egy, az egy akkora egy nagy fasság. Egy olyan skillbeli, vagy nem is nem, ez nem skill igaz, egy olyan ugrás nehézségben, amit nem tudom, mihez hasonlítsak, de talán a Surge-ben volt utoljára ilyen nagy ugrás így. Igen. Én mindenképpen azt mondanám, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, azt mondanám, hogy szerintem az aspektus, ami a legnagyobb nehezítés volt a South Parkban, attól függetlenül, hogy ugye a Combatot a Mastermind-on játsszuk, hogy ugye ez egy tanulság, ami többször látszott már a végigjátszásaink alkalmával, hogy mikor történt ez és mikor az, ahol van nehézségi fokozat lehetőség, és a legnehezebb fokozatot választod, elég nagy önszopatás úgy kezdeni. Tehát, hogyha belegondolsz, egész biztos vagyok benne, hogy egészen máshogy állnánk a dologhoz, hogyha mondjuk végigvittem volna mondjuk egy közepes nehézségi fokozaton a játékot előtte, és utána újra játszod Mastermind-ot. Jó, persze, valószínűleg. Tehát ugye eleve nem tudod, mi fog történni, ami ugye egy ilyen tactical game-ben azért elég fontos. Jó. És hogy értitek? Igen, Hirsch, tehát erről beszélek, hogy ugye a játék elvárja a sidequestezést és azt, hogy magasabb szinten legyél, de ezt ugye akkor tudod meg teljesen, hogyha mondjuk tegyük fel, előtte már végigvitted egy könnyebb fokozaton, és eleve tudod, hogy hogy állj hozzá a Mastermind-on. És ugye, ja, de tehát ez egy probléma. Tehát ugye, hogyha veszitek például a Wolfensteinből az Old Bloodot, vagy a New Order-t, amit ugye über nehézségi fokozaton játszottam, azt korábban végigvittem már, tehát tudtam, hogy mi következik, vagy hogy hogyan mi lesz, de ezt tudjátok. És ez így elég crafter. Eleve elég sokat szoptunk az Evil Within-nel is, bizonyos részek miatt. De ja, Ortanz, igazod van, tehát például a Shadow of War-ban abszolút nincsenek ilyen leap-ek. Azt is ugye Nemesis módban játsszuk. Nem, én nem tapasztaltam semmi olyat, ami megoldhatatlan.
vagy hogy mondjam. Nem. Valószínűleg a South Parkban sem megoldhatatlan. Nyilvánvalóan a tegnapi nappal kapcsolatban gondolni se tudtam másra. Úgyhogy az agyamban már, hogy 30-szor végigjátszottam azóta ezt a fájtot. És nagyjából tudom, hogy mi a gond. Nagyjából. De nem fogom kipróbálni. Legalábbis egyelőre nem. Az biztos. Na most az, hogy ugye ez mennyire basz fel. Téged mennyire baszna fel? Kurvára basszus. Mennyire baszna fel kurvára? De téged az, tehát hogy mondjam, a játék kur fel, vagy az, hogy nem sikerül? Hát a játék. Ne. Ebben az esetben mindenképpen a játék. Igen, ez a baj. De valószínűleg olyan szinte, hogy én ott is hagytam volna. Igen, ezt akartam egyébként mondani, de. Hogy valószínűleg ahogy én ismerlek, hagytad volna a faszba, még mielőtt eljutsz arra a pontra, amire én. Ez biztos. Igen. Hát én tudtam, hogy hagytam volna. Igen. Szóval, ja, ez egy ilyen történet, elég érdekes egy sztori. De ja, én ugye eljutok addig a pontig, ameddig már gyakorlatilag az agyvérzés kerülget. Úgyhogy ez egy ilyen sztori. De hát sajnos ilyenkor eljön ez a pont, amikor az ember ideges. Van ilyen. És mikor mi, tehát ahogy átléped ezt a pontot, onnantól kezdve nincs folytatás. A megszokott módon, csak a vadállatság. De hát ezt szerintem már azért ezen a csatornán sikerült megszokni. Hát igen. Mondjuk én sosem basztam még fel magam egyébként nehéz játékon. Hát azért volt. Soha nem. Az életem. Hát azért volt egy pár olyan. Sanyec, köszönöm szépen, hogy ezt írtad. Igen, nagyon örülök neki, hogy láttátok. Tehát ezért nem XCOM-ozom soha live-ban. Soha. Az ennél sokkal durvább. Hogy meglegyen a lehetőség, hogy Pisti bármikor ki tud lépni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy én nagyon szeretem, hogy emberek néznek minket, miközben játszunk, és nem szeretném, hogy ennek vége legyen. Ha XCOM-oznék, akkor vége lenne ennek az egésznek. Úgyhogy ja. Ja, érdekes egy dolog. Márka Rókalány. Jó neked mindenkinek, sajnálom, most rámban kevesebbet voltam, így észre sem vettem, hogy ez is színű lettem. Még nem baby és nem is Kappa Pride bench, de ez is haladás. Csak itt a srácok, mi veletek leszünk mindig. Kösz szépen már, kösz szépen. Arkiam, köszi szépen a feliratkozást. Hám Dominik, köszönjük a 4 hónap feliratkozást, és Lehel, neked is köszönjük szépen a 4 hónapot. Hajrá, Zihán. Na mindegy is. Azért érdekes volt. Néhány szót egyébként a mai napról lejtsünk meg. Na. Gecon durva nap lesz ma. Most már nincs mit igazából tiszkolni rajta, abár remélem most már fix lesz a dolog. Hát most már csak fix. A program. Én a happy hour vége után egy olyan 30 perccel, tehát a reggel 10 órától. Sebes vonat várató. AC szindiketezni fogok. Ezzel fogom tölteni így a délelőttől nagyjából olyan 2-3-ig, majd meglátjuk, hogy hogyan. Aztán, Pisti, nagyon fontos, miután AC szindik, ezt nem tudom kimondani, tartunk egy 10 perc szünetet. 15-öt, mert ez... 15-öt, azért mondom, tehát ez a lényeg, hogy nem rögtön kezdünk, tartunk egy kis szünetet, és kezdjük a streamet. Wolfenstein 2 The New Colossus-t. Ez a lényeg. Amit hogyha néztek külföldi streamereket, akkor pontosan tudjátok, hogy tegnap kellett volna kezdenünk. Amit azért nem kezdtünk, ez nem titok, azért mert láttam, hogy külföldi nagyon nagy streamerek is elárulták a titkot. Gondakadt a PC-s verzióval valami, és tegnap nem volt lehetőség játszani, pedig úgy volt, hogy... Igen. Hogy ez így lesz. Elméletileg ma már lehetőségünk van játszani vele, úgyhogy 2-3-tól pedig The New Colossus Uber Difficulty. Reméljük. Azt hiszem, hogy az embargó lejárta előtt, ami péntek, mert az a megjelenési napja, amikor valószínűleg nem ezzel a játékkal fogunk játszani, az 5. chapterig lehet játszani. Így van. Tehát addig fogjuk játszani chapter-ön. A Wolfensteint. Oké? Vedd, Leslie, köszönjük szépen, haver. Köszönjük szépen. Mamutkan! Mamutkan, mire gondolsz? Azt mondja, ha már szó esett az XCOM-ról, teszem fel a kérdést, zárójel, számomra első XCOM. Tehát most arra gondolsz, hogy neked azzal volt nehezebb, vagy azt szeretted jobban? Vagy mire gondolsz?
Köszi a csírt. Mi a gál? Jó reggelt, remélem kievertet a tegnapot. Ha! Amúgy nem szeretem a névnapokat, mert ahhoz nekem naptár kell, így tudtam meg, hogy nekem ma van. Ó, oh, boldog névnapot. Sajnos tudom, de itt tudok lenni. Haha, hype stream, tincsanok, best névnap. Köszi mindent. Boldog névnapot. Boldog névnapot. Jó, hogy azt kezdje el nehéz fokozaton? Ne! Ne! Ne, 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 ne. Mamutka, nem. X-komot először Ovi módba. Értsd meg a játékot, mert azt Commanderen se. Én Veteran Iron Man-t nyomtam már, mint kettőből. Ne! Ne! Iron Man-t egyáltalán ne. Iron Man-t egyáltalán ne. Azt csak azok csinálják, akik hülyék. Ne csináld. Pláne, ha nem streameled. Mert akkor senki se fogja látni. És akkor tényleg sem értelme. Ja. Úgyhogy... Jesus Christ. Igen, tehát Iron Man-en ne XCOM-ozzon senki, mert meg fogja semmisíteni a számítógép készülékét. Ezt most garantálom nektek. De most komolyan. Örömmel köszi a csírt, hogy évek után nézleteket őszintén azt tudom mondani, hogy a nehézségi foknak nincs igazán hozzáadott értéke nekem, mint nézőnek. Ha normál a nyomod, azt jobban szeretem, mert élvezetesebb, mint amikor hárdon vagy nehezen fokozatlan együtt malmozunk egy órát mondjuk. Munkás, amikor felbasszad magad, mert olyan szófordulatokat hallok, amit még soha a 28 éve alatt, de ilyen már sokszor volt, és nem a rage miatt nézlek titeket. Jobban szeretem, ha együtt szórakozunk valamit. Én is Wormgod, de maradjunk annyiban, hogy ez nagyon játékfüggő. Én szeretem nehéz fokozaton játszani a játékokat, vagy legnehezebb fokozaton játszani a játékokat, mert nem tudom, valami miatt úgy érzem, ezt próbáltam már elmagyarázni, nem tudom, hogy sikerült-e átadnom, vagy hogy megérthető-e. Néha úgy érzem, hogy amikor, vagyis mindig úgy érzem, hogy amikor legnehezebb fokozaton játszunk egy játékot, tegyük fel például egy Wolfensteint, akkor olyan érzésem van, mikor végigviszem, hogy a készítők így szánták a gémet, hogy így jázd végig, hiszen egy magányos akcióhős vagy egy rakás náci ellen, egyedül több száz ember ellen. Tehát ez az, ami tulajdonképpen valamennyire tükrözi a dolog lehetetlenségét. Vagy például a Max Payne-ben, hogy egyedül a levegőbe ugrálva két pisztollyal lövöldözött szét a 100 meg 100 ellenfelet, egy magányos nyomozó vagy, jó, hogy kurva nehéz fokozaton játszod, mert úgy jön meg gyakorlatilag ez a félig meddig realisztikusabb érzése annak, hogy milyen rohadt nehéz lehet ez az egész. Szóval nem tudom, valami miatt így érzem. Így érzem. De Norbi Hundnak igaza van, és ezzel így egyetértek vele, ja. Hogy vannak olyan játékok, amikben a nehézségi fokozatok nem... Nincsenek jól átgondolva, igen. Például, hogyha most így legnehezebb fokozatot nézzünk, amiket játszottunk, például a Wolfenstein vagy a Max Payne, szerintem egy kurva jó példa, baszott jó, nagyon nehéz fokozaton játszani őket, kurvára hozzáadnak a feelinghez. De van egy csomó gém, amikor nem. Ja. És azok nem jók, mert azoknál simán csak több HP-ja van az enemynek, kétszer, mint neked, kétszer akkorát sebez, neked fele annyi életed van, és így baszódjál meg. Az ja. Nem jó. Az nem jó. Na, de mindegy is. Köszönöm magát. Tomika, köszi szépen a baszó csírt, csak hogy meglegyen a következő jelvény, egy kis fárasztás reggelre. Tudjátok, mit csinálnak a reptereken? Airport. További szép napot. Milyen érdekes, hogy pont Johnny csírelt rá erre. Ez kurva. Köszönjük, Tomika. Johnny Hero, jó reggelt. Ifjak, a South Park köcsökségben volt nem, a South Parkban köcsökség volt bőven, de azért hozza az SP feelinget. Én nagyon sokat rögtem tegnap is, nem rajtad VR. Egyébként én is Johnny, tehát a sztori az, ami brutális volt addig is, de hát na. Igen, van, amikor nagyobb élmény nyújt a játék hardon. Én azt gondolom. Én azt gondolom, hogy például a témáját és a szürrealitását tekintve az Evil Within is igenis egy Nightmare-en volt az igazi. Ja, persze. Csori, én mondom, pont most említettem, csak ugye a delay miatt írtad. Az Evil Within például egy tökéletes példa erre, hogy az például ugye maga a szürrealitása, maga az esélytelensége a történetnek maga egy Nightmare. Tehát én úgy érzem, hogy azt... Egyébként beszélgettünk ugye a fejlesztőkkel, mikor kint voltunk Londonban, és ők is azt mondták, hogy ezt Nightmare-en kell játszani. Úgyhogy ja.
Örömlát, tudom, hogy szereted, beszéltünk már régebben erről. Meg is értem, nyilván normál módban nincs annyi kihívás, nem kell annyira küzdened, és nincs olyan feel. Én most inkább a közösségnek szántam. Ja, igen, arra reakcióként, hogy állandóan a Nightmare basszú ultraszopatás módban várják el, hogy játsz valamivel. Én azt várom, hogy szórakozzak, azért nézem, más pedig úgy érzem, azt várja a streamtől, hogy lásson szopni, neki küzdentem volna igazán. Aha! Igen, Wormgard, ebben egyetértek veled. Olyan én esetekben is. Főleg, amikor én nem akarom legnehezebb fokozatot játszani a játékot. Igen, igen. Na de mindegy, ezt megértem, Wormgard. Ezt megértem. Ezt megértem. Igen, a Half-Life is ilyen volt, mester. Habár ott azért a hard mode egy kicsit... Érdekes. Az durva. A Nioh-ban nincsen nehézségi fokozat. Vagyis van, a Dark Souls-ban is van, minél többször viszed végig, ugye annál a nehezebb. New Game Plus-oknál annál nehezebb, bár ez így nem teljesen igaz. Hogy kell fogalmazni, hogy helyes legyen ez? Ez Nioh-ra és a Dark Souls-ra is igaz, nem mindegyik New Game Plus nehezebb, mint az előző. De van, amelyik nehezebb. Az első New Game Plus nem nehezebb, mint az első végigjátszás. Szerintem a második sem. A harmadik már ezért ott már kezdődik a pipiopi. Igen, Artanz, igen. Függ sok mindentől, ez biztos. Vadmedve, köszönjük szépen a feliratkozást, de... Köszi. De... Vadmedve. A Doom 3 hard mode-ban az nagyon nehéz, azt játszottam már. Tudjátok, a mit? A 2016-os Doom, tehát a negyedik Doom. A Nightmare. Nightmare? Igen, van a Nightmare. Nightmare ja. Mód. Na, az bazd meg. Ha, tehát az... A Souls game. Tehát ott vagy olyan kibaszott kurva skilles FPS player vagy, aki minden mozdulatát megtervezte előre, hogy megdög lesz egy másodperc alatt. Azt imádom. Az kurva jó. Azzal még nem végeztem, elkezdtem nem tudom mikor, és így kb. Így arénánként haladok benne. De kibaszott durva. Az kibaszott durva. És van az Ultra Nightmare. Azt ne. Azt, ha kedves az életedek, akkor ne. Fodros! Egész nap itthon vagyok és tanulok, úgyhogy te szolgáltatod a talp alá valót. Hú, Fodros, ez egy jó nap lesz. Az biztos. Hogy melyik játékok nehezebbek szerintem, az FPS-ek vagy a stratégiai játékok? Játékfüggő nagyon. Én azt gondolom, hogy a stratégiai játékok egyébként nehezebbek. Nagyon nehéz fokozaton. Mert csalnak. Ja, hát jó, persze. Játszottok végig egy StarCraft kampányt legnehezebb fokozaton. Én így kezdéstek nem javaslom. De mindegy. Igen, Hortans, pontosan az imp. Emlékszel, a sima imp, amelyik a tűzgolyót dobja. Attól meghalsz. Meg, persze. Ott lop, csal, hazudik a gép. Gyorsabban csinálja, olcsóbban, meg minden, amit akarsz. Márk, a Rókalány, köszi szépen a cheert. Én azt bírtam, hogy a Shadow of War elején megkérdezi a játék, hogy milyen fokozaton szeretnéd játszani. Ha csak a történet érdekel, akkor easy. Ha ki akarod használni a Nemesis minden funkcióját, akkor medium, vagy nem tudom fejben, hogy nevezi. Ha pedig úgy, ahogy a készítők megálmodták, akkor Nemesis. Erről beszélek. Egyébként most őszintén. Ha nem most láttatok életetekbe először kontrollert, Oder billentyűzetegeret, a Shadow of War Nemesis fokozat nem nehéz. Nem, várj, másképp mondom. Nem a Nemesis-től nehéz. A Nemesis system tud kibaszni veled. Amikor nem tudsz mit csinálni, akkor érzel úgy, hogy rohadt geci a játék. De ezek azok, tehát ezek olyan dolgok, hogy az orkok például, az ork captainök milyen random képességeket kapnak. Szerintem könnyebb fokozaton is tudsz egy olyan kombót kapni, akit nem lehet kivégezni, nem lehet rajta átugrani. Az ebetűs stunt azt beadoptálja. Egy tank, aki healeli magát, és death-defying, nem tud meghalni egyből. Na, az mindegy milyen nehézségi fokozat, az megszopad így is, úgy is. Ha bekapsz egy ilyen random kört például. Úgyhogy, ja. Vermgát, jó, és még egy gondolat Inaninak, kettős pont János.
Szerintem a nagymedve hiányol PUBG-ban, tegnap rakott fel egy videót YouTube-ra, a Twitch stream részletet. Ott kérdezték, ha jól hallottam, hogy hol a Tigris, Kori pedig azt mondta, hogy a Tigris nem játszik vele, mert nem szereti. Ej, ne hanyagold el a legendát, kapa a Just Joking. Ez nem igaz, semmiféle tekintetben nem igaz. Srácok, látjátok, hogy most mennyi időnk van. Ja. Nem tudom, még hova férne be még plusz stream, de hogyha lesz lehetőség, úgyis fogok vele játszani. Igen. Mennyi órát öltem bele a Shadow Form-ba streamen kívül, Dante bácsi? Nem tudom, mennyi streameltek a Shadow Form-t? Két streamet? Nem hármat? Kettőt? Csak kettőt? Lehet, hogy csak kettőt. Azt emlékszik rá, bazd meg. Én nem tudom. Nyilván meg. Mennyi volt? Nem emlékszem. Dante bácsi csúnya szám lesz szerintem. Nézem, azt mondja, egy, kettő, három. Három stream? És milyen hosszúak? 4 óra, 5 óra, 4 óra. Az 8-13 óra ha. Akkor. 13 óra van akkor streamben a Shadow Form-ban, nekem van 42. Nem csináltam sztorit. Ups. Legalábbis az tényleg. El lehet vele lenni. Hops. Ne szállj! Beszéltetek már a Destiny balhéjról? Nem értem, what the fuck van. Destiny balhé? Van Destiny balhé? Nincs időnk, Dancsó, ezeket hétvégén csináltam, bocs! Mi a Destiny balhé? I don't know milyen balhé. Ne szállj, mondjál már valamit! Jaj, megint az aim assist? Jaj! Bannolgatják az embereket? Az aim assist miatt? Azt tudjuk, hogy benne maradt. Ugye erről már beszéltünk egy happy hour-ben erről az aim assistról. Semmi baj, Dancsó. De hogy megint az aim assist miatt? Geci, hát most ebben mi olyan izé? Én, de miért bannolgatják az embereket? Nem tudom. Erről valaki tud amúgy valamit? Ha? Paprovi, jó reggelt, sajnos egész nap van, de hallgatni tudlak titeket, nem létezik valami olyan jövő része, meg olyan nézni is titeket közbe. Hát Paprovi, de amúgy létezik. Ne basz már, ne szállj. Nem használ semmilyen overlay programot, OBS-re felveszed, ban. Ja, várjál, valami volt. Nem lehet felvenni? Valami van. Mi? Valami van. Valami van. Erről, de bazd meg, erről nem emlékszel, hogy olvastunk az elején. Olvastunk egy ilyet, hogy nem lehet majd fölvenni valamit. Igen, kell. Hogy nem lehet majd. Ja igen, nem lehet OBS-re felvenni, igen. Csak ugye nálunk az a... De nem is lehet amúgy. És ugye nálunk az a... Meg az összes streamernél az, hogy ilyen... Hát a Mage-vel az ugye nem annak számít. Igen. Hát jaj, nem jaj, az OBS encoderrel veszed fel. Nincsen gond. Úgyhogy ja, streamelni lehet. Én nem tudom, pont most reggel beszéltünk Pistivel. Megmondom őszintén, hogy én tegnap este belenéztem a Destiny 2-be, és én örülök, hogy tegnap nem streameltünk. Ha, hagyjuk ezt a témát. De nem, de komolyan... Maradjunk annyiba, hogy a réteg cucc. Hát ez, na, ez, és akkor, és ez akkor nagyon szépen... réteg, csak nem az én rétegem. Hát jaj. Game Capture, aha igen. Hát igen, ilyenkor ültje az emberek van streamer gépe. Aha. Hát ja. Matt Carter, beszéltünk róla tegnap. Szóval ja, nekünk ilyen gondunk nincsen a Destiny-vel. Nincs. De most már értem, mire gondolsz. Így most már vágom. De amúgy durva, hogy ezért bannolgatnak embereket. Jó. Ja. Valami olyasmit írtak, hogy valahogy a gémet nem úgy reprezentálja a felvétel, amilyen. Lehet. Az encoder miatt, és ők nem akarják, hogy a játékokat úgy lássák online. Hát ahhoz képest egy pár a streameték pedig az még szarabbul néz ki, mint a felvétel. Valahogy, szóval nem tudom. Nem tudom, nem valami értem. Volt. Jó, hogy van, aki 0 perc játék után kapott permabant. Nem értem.
Nem értem. De mi az oka? Tehát, hogy mi a reasoning mögötte? Tehát, valami magyarázata van ennek? Vagy nem tudom, most kíváncsi. Laci, sziasztok, ritkán vagyok, szóval kicsit le vagyok maradva. Az RG baszógéppel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Nem is gondolkodtatok AMD-ben? A 16 magos TR4 jóval olcsóban meg lett volna, mint a 14 magos i9. Nem akarok itt háborút, csak az oka érdekel. Laci, de gondolkoztunk a TR4-es platformon, beszéltünk is a Threadripper-ről, a 1950X-ről. Sajnos teljesítményben elmarad. Hiába a több mag. Jelenleg még elmarad. A per-port teljesítményben. Gyakorlatilag a legtöbb benchmarkban túlbaszta az i9. És nekünk többet számított ez. Emiatt volt. Én azt gondolom egyébként, Laci, még mielőtt nagyon rátérünk erre a témára, hogy ne is térjünk rá, az AMD még, tehát szerintem a szoftver oldalon rendelkezik hiányosságokkal. Szerintem még mindig nincsen úgy implementálva vagy optimalizálva, ahogy kellene. Tehát a physical core megvan, a physical core szám megvan, brutális a cache méret, tehát minden megvan, ami kell, érted? Mindenben úgymond superior a mondjuk például a 14 magas i9 fölött, és mégis alul marad teljesítményben. Ez ugye az, hogy hogyan van implementálva, hogyan támogatják a rendszerek, hogyan tudják úgymond kihasználni az applikációk, stb. Valószínűleg emiatt lehet. Mert fizikailag nincsen elméletileg probléma, sőt, többet kellene hozzon, de ez van. Szóval az a lényeg, itt van, hogy harder capture methods are working, Elgato Aware Media Dedicated Streaming PC, Nvidia Shadowplay, és az AMD Relive, az lehet. Ezek mehetnek fullscreenben. Uh-huh. Window módban, borderless fullscreenben működik az OBS és az XSplit is, uh-huh. És ez teljesen okés, viszont más alkalmazás, mint a DxStory, vagy az Action, meg a Cortex, meg a Fraps, ezeket meg az Action nem lehet használni uh-huh. egyáltalán. De én ezt akartam mondani, hogy mi úgy hallottuk, emlékszel, hogy nem is működik. Igen. De nem is fog működni. Viszont van olyan alkalmazások, mint a Discord, meg a Mumble, meg ezek, uh-huh. ezek nem működnek az overlay-ek rajta. Aha. Mert úgy érzékeli a program, és az MSI Afterburner, meg ezek az ilyen benchmark programoknál is úgy érzékeli a program, hogy egy ilyen inject kódot használ, mint a cheat-ek. Mint a cheat-ek, igen. És azért bannolják ki az embereket. Már értem. Most már én is értem. És így van értelme. Ha! Tehát akkor konkrétan az anti-cheat szoftver belül, ami ugye be van állítva, amiatt kapsz bant. Ja, úgy érzékeli a cuccot, mint hogyha... Így van. Mint valamilyen additional programot használnál a játék mellé. Oda volt jó, tehát fullscreenben lehet streamelni gond nélkül másik PC-vel, mert másik PC-t használsz. Ezzel nincsen baj. De így már érthető, most már értem. Tehát nem azért bannolják az embereket, mert streamelik a játékot. Nem. Azért, mert vannak olyan szoftverek, amik ilyen inject kódot használnak. Igen. Hogy overlay-ük legyen a játékban. De volt már, valami volt már. Volt már olyan game. Volt ami, már aminél konkrétan... Ha valamelyik ilyen benchmark programot használtad, akkor azt hitte, hogy valami plusz trénert használsz, és kibaszott igen, az anyjába. Igen. A benchmark programokkal is van gondja, főleg. Értem. Szóval a game maga azt hiszi, hogy relatív csalsz, mert egy plusz program fut benne. Igen. Nagyon nehéz ellenőrizni, hogy fut-e a MSI Afterburner.exe. De igen, érdekes noise, ez jogos, meg szopó, de így már logikus, hogy nem arról van szó, hogy azért kapnak bant az emberek, mert streamelik, vagy felveszik a játékot. Nem erről van szó. Tehát az egyszerűen nem működik. Igen, a Bungie részéről tök oké streamelni meg minden, csak vannak olyan programok, amik miatt maga a bot, aki figyeli ezt, bannolja az. Dani, az nem is működik. Tehát le van írva, hogy a Discord, meg a Mumble, van ugye az is, ahhoz a beszélgetés tudsz is, egyáltalán nem is működik. Nem az overlay. Őket. Nem látod őket. Viszont vannak olyan benchmark szoftverek, amik ilyen megpróbálnak inject kódot használni, és megbassz, érte a Destiny. Érdekes. Hát fura. Na. De érted, most ezzel igazából egy átlag playernek nem kéne gondja legyen.
Á, nem hiszem, szerintem ez, ja. Mert mondjuk nem csinálnak ilyet. Nem hiszem. Mondjuk hát, mondjuk biztos van olyan, aki kíváncsi mondjuk egy Afterburner-be. Jó, persze. Érted, így meg akarja nézni, és így hobban? Na jó, de érted? Jaj. Érted? Hát most kíváncsi valaki, hogy mennyi FPS van, mert amúgy nem írja ki a játék. Amíg a Frapszet se tudod elindítani. A Blizzardban van. Megbassz. A Blizzardban van valami. A Blizzardban lehet, hogy van. Azt hiszem, hogy mint a Steamben van valami ilyen, vagy nem? Várjál. Na ugye a Blizzardban tudsz streamelni. Jaj, igen, Facebookra. Nem csak oda. Nem csak oda? Vagy de? Szerintem csak Facebookra megy. Én úgy tudom. Ja. Igen, már egy kicsit. De van, itt írják, hogy tényleg van olyan F, vagy ki ír az FPS. Van ilyen cucc benne. Na. Azt tudom, hogy Ctrl-Alt-F volt StarCraftban. A cucc. Streamben van a beállítás? Lehet. In-game overlay? Nem, itt nincs. Nem tudom, de van. Valami van ilyen. Van valami cucc. Valami cucc van. Ctrl-R. Az nem tudom mi. Krisz, kösz szépen a csírt, haver! Benrisz, köszönjük szépen a baszó csírt neked is! Ma reggelre kiderült, hogy kapcsolatom kb. Véget ér. Ti vagytok már évek óta nekem az öröm és a vidámság. Remélem, sokáig megmaradtok. Kitartás nektek a mai naphoz. Neked is kitartás, Benrisz. Sok kukac úszik a vízben, halra vizelve. Nem, hogy is van? Sok halász úszik a vízben, halra vizelve. De az én kukacomat csak maga kaphatja be. Valahogy így. De majd kijavítatok. Jesus. Kitartás van is. Anandrú, szép jó reggelt kívánok, mindenek elején nagyon zsír volt a tegnap, köszi szépen srácok. Ami még jól szórakoztam az, hogy olvastam, hogy az élő szereplős Dora the Explorer film, hogy élő szereplős lesz a Dora the Explorer film, és Michael Bay fogja rendezni. Kitartás mára, mi lesz itt megint? Eszmetlenek vagytok. Erről már én is hallottam. Jön a Dora a felfedező. És hátizsákot ki fogja játszani? Erre leszek én kíváncsi. Hátizsák. Tudod, hogy felrobban valami, bazd meg. De ki fogja játszani hátizsák? Igen, Jocika, úgy van. Nem a ficánk a magazinból van, hanem a szomszédnő mindig zöldebből. Nem, a még zöldebb a szomszédnőjéből. Ja, hogy The Rock fogja játszani hátizsákot. Jaj, elfelejtettem. Képzeld el, hogy így beáll így. És ki fogja játszani ízét, Swiper, te kis rókat. Swiper, ne lopkodj. Mondjátok utánam, Swiper, ne lopkodj. Hagyj abba, rémálmaim lesznek. Wormgod, ajjajjaj. Drága János, nagy magadra vedd, amit írtam. Tudod, hogy mindig itt vagyok, és azt is, hogy mennyire tudom, hogy mennyi dolgotok van, főleg a hivatalos PUBG verseny miatt is. Ezt most még a... Ó, oh, igen. Ezért. Csak láttam tegnap a videót, és nagyon jót nevettem, mikor a Godi megjegyzésen, és gondoltam, megosztom. Nem kell stream, csak ír rá a nagymackóra, hogy azért szeretet kappa. Ráírok. Nem gondolkodtam, hogy nem tudom, lenne erőm annyit dolgozni, mint nektek. Jó, hogy nem látjátok. Sutyi Matik, Riva Tuner Stat szervert és Afterburner-t a fejlesztő whitelistelteti a nagyobb anti-cheat szoftverekkel. Magán az RTSS-en belül is be lehet állítani az apponként a hook levelt. Ez alap esetben alacsony, és nem kéne gondot okozzon sehol. Szóval szar, Sutyamatik. Csak úgy simán szar. Ja. Ebben igazad lehet. Sőt, biztosan. FX! Na János, térjünk csak vissza arra, hogy mi is volt, ami neked nem tetszett benne. Mesélj többünket is érdekel a szép napot, jó játékot. FX, sajnos nem tudunk beszélni arra, hogy mi nem tetszik a Destiny, mert itt van az mu. Paprovi, abban a pillanatban megveszem azt a szemüveget, csak egy nevet kérek. Paprovi, amúgy az Epson Glass-szel is tudod nézni a streamet, hogyha simán. Vagy gyűlsz és így felveszed. Simán, mert én nem tudom, hogy azon a... milyen hardware, hát az a hardware miatt azért lenne gondok a streammel. Tehát androidos bazd. Jó, mondjuk egy picibe 360p-be lehet nézni. Lehet nézni. Úgyhogy nem gond. Ja. B8, köszönjük szépen a baszó donétet, haver! Várjál, jönni ezt olvasd el te! Na, igen. Mi az ott? Dobroje útra, jó reggel. Jó reggel, igen. Köszi szépen, egy kis apró, így kora reggel, miért ne? Nagyon szépen köszi. Oh, man! Fuck yeah! Ha egyszer látok olyat, majd nagyon integetek. Köszönjük szépen, haver. Konyász, sokan úszik a vízben, kukacra vadászva, fakufferes. Yes, man. Yes, man. Azt mondjuk, tudjuk, hogy nyitott vagy.
Nem, de most nem, de, 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 de. Viccen kívül, ne. De, de azt hagyjuk abba, hogy, azt hagyjuk abba, hogy mindenki úgy bánik a játékokkal, és most nem rád mondom az múlva, férne ért, csak viccel, vicc volt az egész. Persze. Csak nagyon sokan de, úgy gondolkoznak játékokkal, mint hogy ők készítették volna. Egyelőre nem tűnt úgy, hogy kellően változatos. Őszintén mondva, másfél órát néztem, ahogy játszanak vele, és nekem végtelen unalmas volt. De az biztosan más, amikor az ember saját maga játszik, ezt aláírom. És igen. Amúgy valószínűleg egyébként biztos, hogy fogunk vele játszani, és tetszeni is fog. Igen. Csak most... ez a másfél óra ilyen... De ez csak egy ilyen kezdeti... Persze. Úgyhogy még nem játszottunk vele. Belenézünk, és majd utána elmondom. Még nem játszottunk vele, tehát ne vegyétek már ezt így abszolút. Senki nem mondta, hogy rossz a Destiny. Sőt, egész egyszerűen én is belenéztem még tegnap este, hogy játszanak a srácok, és így pont a JP Lyric Shorty Guy streamben néztem bele. Gyakorlatilag olyan volt, mint egy talk show. Tehát így kurva sok érdekes dologról beszélgettek. Beszélgettek. Miközben lőttek enemiket. Ennyi. Pedig ők akkor játszottak, mit tudom én, 8 óra hosszája vele. Na. De mondom, ez egy grindos játék, van akinek ez kibaszottul bejön, lehet, hogy nekünk is, majd kipróbáljuk. Kipróbáljuk és meglátjuk. Úgyhogy ez a kezdeti reaction, meg effekszít, hogy mondod, hogy mondja el, Jani, hogy mi nem tetszik benne, hát még csak láttuk. Csak láttuk, ez az. Majd, ha játszunk vele. Egyébként, Marcos, ezt akartam kérdezni. Közületek volt, aki ki is akasztotta tegnap ezt a kontentet? Szerintem lesz sem oka, muszáj. Valaki innen közülünk ki akasztotta tegnap? Így amennyit lehetett belőle? Tudom, Daniel Lord. Hát így a kontentet, amit lehetett. Kiakasztott. Azmond nekötek egy. Ja, Daniel Lord. Oké. Okay. Nagyjából ezt vártam. Sokan voltak így vele az interneten. Közi hát. Ez kemény. Ja, nem. Hallod? Ne hülyeskedj már. Így. Én láttam streamereket, akik tegnap így a launch-tól kezdve már ilyen hajnal egy körül már. Már csak grind. Úgyhogy ez olyan. De hát ez természetes egy ilyen játéknál. Várjuk a DLC-t, azt annyi, ilyenkor az szokott lenni. Aztán kijön! Hát még jönnek most a raidek majd. Arra majd kíváncsi leszek, az biztos egy jó poén lesz. Direkt nem néztem meg a raidet amúgy. Úgyhogy remélem, hogy még tud újdonság lenni. Még nem láttam, Terde Keyborg. Nem volt időnk megnézni. Egyszer majd biztos megfogjuk. Nem tudom. Érdekes dolgok ezek. Nektek tetszik amúgy Terde Keyborg? Mármint a Warframe-ről kérdezett, hogy az Open World contentről mi a véleményünk. Fogalmam nincs, nem láttam. Streambe belenéztem, de abban nem derült ki. Szóval nem tudom. Na. Raza, a South Park nem 10-12 óra gameplay. Több. Szerintem több. Micsoda Miles? Micsoda? Na, mi? Mondjál már valami... Nice, valami termék. Ott van. Kösz. Micsoda. Pont. A telefont.
Add a telefont! Igen. Két szoketes. Eléggé szép. A Sage. Istenem, mi a szép? Na várjátok, de ez csak Xeon teszik, ugye? Persze. Pillanat. Ezt meg akarom nézni. Only Xeon. Ja. De melyikeket? Azt a kurva. Jó nagy! Azt a rott kurva. Azt a kurva élet baszta meg. Ez a ruha. Xenon fi. Ó, bazd meg. Hamarosan új streamer gépépítő live lesz. És átmegyünk placebo-ba, úgy fogjuk nyomni most már. OBS placebo, kész. Full raw, érted? Raw. Ahogy kinéz, úgy megy. Real time. Ennyi, real time rendelik. Hadd se érdekli, érted? Szarakodunk itt össze-vissza. Nyomjuk itt izé medium, meg fast. Placebo. A picsával, real time. Real time. Duák Xeon? Úgy van a Aquila, gyönyörű. Köszi a zsírt. Zsírnom, gyereket akarok tőle. Igen, én is terhes lettem a képtől. Tulajdonképpen. Igen, Vedlezli, ezt üzenjük Andrének. No loot. Nagyon ennek utána kell nézni. Ja, igen. Linden Dierre visszatérve, ugye ma lett volna ugye a gépépítős live, meg többen kérdezték, igen. Nem tudom miért, hogy lesz-e Halloween-i program. Hát nektek biztos. Halloween? Nekünk... Várjál, mikor lesz ez? Jövő hét kedd? Szerda. Hát az november 1, de amúgy 31-én este. Ja, igen. Keddes, tehát mi nyomhatunk ilyen izé régi horror videókat vodkezve? Max vodkezve, de nem készülünk semmilyen programmal, tavaly se készültünk, nem. Viszont november 1-én, ami halottak napja, nem Halloween, akkor lesz a gépépítős live. De csak délután. De csak egy ilyen kis csak laza. Csak délután egy szösszenet, akkor nem lesz happy hour, csak délután lesz egy gépépítős live. Egy és ennyi, lesz. Ja. Habár most már kezdnek kételkedni. De lehet, hogy kell egy kis idő. Paribaszógép, tesztet ide. Itt Zoli, az a baj, hogy most így. Nekem most gondjaim támadtak. Tök faragó stream. Hagyja be. Az olyan átéléssel tudsz írni, hogy egyszerűen átjön. Hiszen durva. Igen, a Twitch Prime így van, a Layers of Fear, a Masterpiece Edition zsír ingyenes, srácok. Amiben ugye benne van mind a két rész. Így, igaz. Ugye a Prime előfizetőink, akik amúgy geci sokan vannak, a lootot azt húzzák be. Full ingyenes a játék. Mert full ingyenes a Windows-os Layers of Fear, sima Layers of Fear meg a kiegészítő. Úgyhogy húzzátok be, mert az úgy elég fasza. Úgyhogy gyakorlatilag a Twitch Prime előfizetés így egy ilyen loot után így megéri egy olyan 4 hónapig folyamatosan, meg kb. Annyiba kerül. Jó, ja, megvan. Oké. Okay. Csak aki esetleg nem tudta. Nem hoztuk be még Wormgard, de amúgy valaki el is küldte nekünk a kódot hozzá, amit nagyon köszönünk szépen. Ja. Úgyhogy, jep. November 1 minden szentek, november 2 halottak napja. Tényleg? Akkor rosszul tudom. Várjatok. Ezt nem, mert rosszul tudjuk, mert... Hát ne csináljátok már ilyen... Nem. Nem lehet.
Minden szentek utáni nap, tényleg. Ó, november 2, és akkor a minden szentek a november 1. Na jó. Fakt. Köszönöm szépen az infót, ez olyan, mint hogy Malacka lány volt. De, tényleg én sem tudtam. Ezt kurvára nem tudtam, én azt hittem november 1 a halottak napja, azért munkaszüneti nap. Igen, igen, ezt direkt kiemeltem, hogy nem Halloween, hanem minden, hogy, hanem halottak napja, én, de még én se tudtam akkor pontosan, hogy, de akkor így van. Oké, ezt nem hát tudtam. Hát ez furcsa. Nem tudtam. És akkor miért november 1 a munkaszüneti nap? Micsoda? A minden szentek napján. Hát meg az a minden szentek. Ja, hogy azért, aha. Ha. Érdekes. Igen, Mici Maszkó volt lány, de nem akartam kijavítani Jelit. Ugyanaz. Csak az egyik medve a másik balac. Jó, hát végül sem minden. Szeki ezt az alaplapra, az egy centet megoltat Mészre Endrének, és a többi kedves bannézőnek. Kösz szépen, Szeki. Kösz szépen. Gyuri, Xeon Proci első hét lábára. Kösz szépen, Amer. Kösz szépen. Na mindegy is. Rambul, kösz szépen a csírt. Ez az alap, ez az alap elbírja majd a monitoratokat? Na majd kipróbálom. Kapa-kapa. Tetszik ez alap nekem, srácok. Tetszik nekem ez a Dual Xeon. Mindig azt mondtam, hogy egy kevés. Ez igaz. De háttérnek kirakom. Háttérnek? Milyen faszán nézik itt ki ezen jó kis két kis dupla hűtő. Jó, hát igen. Ilyen... Szépen. De porn. Obiz, alaplap hozzájárulás tőlem is. Aj, Obiz, köszi szépen, haver. Van itt olyan ember, aki izgatott az október 27-i Assassin's Creed Origins és Wolfenstein 2 The New Colossus megjelenés mellett a Mario Odyssey-je kapcsolatban? Supports 4way, Nvidia SLI. Sima ügy. Tehát van még, aki izgatott? Ezzel kapcsolatban rajtam kívül. Igen, Gosszun? Nice. No, az mi? Na, örülök, hogy azért van. Sokan nem. Igen, a Nintendo itthon olyan nagyon-nagyon nem baszó. Higgyétek el, srácok, én csak mondom, hogy akinek esetleg van Switch-e, azt tudjuk, hogy három embernek már biztosan van. Annak a háromnak, aki a Milka versenyen nyert közülünk. Jaj, yeah? Tényleg. De kurva jó lesz az a játék. Én nagyon várom. Frici, gyerekkoromban annyira szegények voltunk, hogyha nem fiú lennék, nem lett volna mivel játszanom. Köszi a tegnapi baszó streamet. Kösz, Frici. Na. Nagyon-nagyon jónak tűnik, Sanyec. Nagyon ötletes, nagyon baszó lesz az új Mario. Jó lesz a Mario is. Jó lesz a cucc. Ha ma se érkezik meg a Wolfenstein, van Béterben. Olyan nincs, hogy nem érkezik meg. A Stranger Things-et jobban várjuk. Bárminél. 10 pont az egy szerint. Biztos vagyok benne, hogy olyan szintű Game of the Year lesz a Nintendo platformon, mint a szar. Pedig a Switch-re már most kurva jó játékok jöttek. A Nintendohoz kell egy saját gondolkodásmód. Egy csomóan nem értették a Zelda értékeléseit. Mm. Senki nem érti, így látod gameplayből, és így úristen, ez lett ennyire kurva jó. Ha nekiülsz, és elkap egy pillanatra, ha el tud kapni, és beleöled azt a sok órát, akkor így rájössz arra, hogy te Jesus Christ. Ugye a Nintendo egy érdekes platform. Akkor a novemberben visszatér a Rodriguez Bajusz Señor Juan Esteban. De az se baj, ha nem. Vissza. Szép más, szép. Nem, amúgy biztos, hogy nem fogjuk streamelni a Mario Odyssey-t, se videó nem lesz róla. Tehát nem. Tehát Nintendo? No. Valami, jóleges srácok, full of topic, de nem tudom, olvastad-e, Pisti, hogy megszűnik a MetroCard New Yorkban, és az új elektronikus rendszer vezetnek be, beginning of a new era, szép napot nektek. Nem tudtam, bassza meg. Na. Jó tudni.
Remélem majd ilyen telós lesz. Tik. Az menő lenne. Igen, Mortality, délutára Wolfenstein lesz. Igen, ezt már mondtuk most korábban. Wolfenstein. Ha megjön. Ha megjön a cucc. Meg fog jönni. Ugye tegnap volt egy csúszás. Nem, meg is jött. Hála Istennek a PC-s verzió mindig nem stabil. No. Not yet. The Rock a felfedező, Dani, muti. Te állat. Már hiányzik Blasco? Nekem is. Jó lesz. Ha megjön, jó lesz. Mit csinál? Tóth Geri, ez ilyen. Kóser! Sziasztok, srácok! Bocsi, ha már volt kérdés, vagy én nem láttam. De mi? Húha. Mire? Pár ember ők kibannolták. Igen, nem, megvan. PUBG Kuba mikor lesz? Ez a mikor lesz miatt ja. Autósítizon. PUBG Kuba? Idén még lesz. Lehet, hogy lesz még az idén. Maradjunk ennyiben. Sose lehet tudni. Maradjunk ennyiben. A bot lecsapott rá, igen, a mikor lesz miatt. De megvan, Góser. Idén még elképzelhető, hogy lesz. Lehet. Hát, lehet, hogy baszó lesz. Vendrész, köszönöm, hogy tudom, hogy sok most az új megjelenés, és tömött a programot, de valamikor van kedvetek Space Marine Exterminatus módját kipróbálni. Régebbi játék, de marha nagy élményt tud nyújtani. Az a baj, Vendrész, hogy sajnos nem lesz rá időnk már idén, mert egy elég nagy blokját az ünnepi hangulatnak az inordibálásom és a Neo PC-s verziója fogja gyakorlatilag így karba önteni és átölelni, de majd látjuk, hogy alakul. Köszönjük a csírt! Nincs ne? Egyébként, nem tudom, minél több játékkal játszom, minél többet, így egyre jobban elkezdem így értékelni a régebbi gémeket. Vagyis jobban átlátom őket, a régebbi gémeket. Nagyon sok kincs van közöttük, amiket már elfelejtettünk, és igazán egyediek és komplexek tudtak lenni. Az a véleményem. Van sok modern játék, ami nagyon, hogy is mondjam, olyanok egy kicsit, mint a filmek. Hogy így súrolják a kötelező kliséket, és akkor ja, már... biztos. És így ennyi. Igazából. A legjobb példa erre sajnos a Shadow of War. Ezt említettem már tegnap nektek. Borzasztó ötletes. Tehát ugye a Shadow of Mordor újdonság volt, mert megjelent a Nemesis System, mint olyan, és beszartunk, hogy jó Isten, ilyen van. De a core játék igazából egy ilyen Arkham Fighting System volt, ugye implementálva egy ilyen third person akciójátékba, plusz a Nemesis System. És az új részbe ugye még tovább darálták a Nemesis Systemet, ami amúgy kurva jó, de azon kívül a játék nem változott igazából túl sokat. Oké, a skill systemen egy kicsit reszeltek, stb. De valójában annyira sok minden nem. És tudom, hogy ez nehéz, ez súlyosan hangzik, mert én is élvezem a játékot nagyon, de valójában azért, mert nekem is elég. De igazából nem lett olyan nagyon. És tudom, hogy nagyon furcsa ezt mondani a Shadow of War-ra, de... De ez egy ilyen kör. Ez bukkó, az teljesen igaz. A Nemesis System dobja meg azt a gémet kőkeményen. Igen, überfokozat lesz a New Colossus is.
Ha jó, nem kell változtatni. Igazad van ebben is, Spider, és mondom még egyszer, én is élvezem a gémet. Kicsit repetitív is pluskat, igen, de most nem is ez a lényeg. Messi már, köszönjük szépen a támogatást, srácok, várom már a baszógép tárolási rendszereteket, kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan csináljátok meg, és mit használtok majd, gondolok itt a nasra. Arra mi is. Arra is kíváncsiak vagyunk. Szeki, priv, ha gondolod. Na. Azt kéne amúgy, ez jó ötlet. Nagyon jó ötlet, Szeki. Maradjon priv. Gondolkodunk rajta. Ez jó ötlet, ez nagyon jó ötlet. Linden D, köszönjük a támogatást! Holnap építjük össze Iron Duck kollégával az új bivajbaszó vasat. A gép nekem az első real gamer gépem, neki pedig frissen induló csatornájához az első videó anyaga, hogy összerakjuk. Mindkettőhöz tőletek jött az iklet és a biztatás, 1003 nektek. Linden D. Nyomjátok! Ahogy oly sok ember mondta már, akivel találkoztam, képet. Képet, így van, képet, jaja. Ha elkészült, please, nyugodtan egy happy hour-be lőd be, vagy valami, kíváncsiak vagyunk, hogy sikerül. Hajrá, hajrá! Egy dologról beszélj még, Pisti, mert szeretném itt a téfiteket elhesegetni, vagyis erről fontos beszél. Láttam, hogy már mikor elkezdtük a streamet is valaki írta, ez pedig a Play It ház. Csak azért, mert amit én most reggel olvastam, írtam valami srác, hogy volt valami balhé. A nézőink balhéztak a Play It házzal. Fogalmam nincs mi volt, ezt nem láttam. Viszont a Facebookon annál inkább láttam a Play It ház kép, megosztott kép alatti kommenteket. De, ott is ott de, van. De mi a balhé? Fogalmam nincs. Gondolom írták, hogy fos az egész. És nem valami, az mi közünk van? Persze semmi közünk nincs, csak szeretném ezt most elmondani, srácok. Hogy nincs véleményünk a Play It házról, hadd csinálják nyugodtan a srácok, amit szeretnének, tényleg. Ez egyedüli ok, amiért nem vagyunk ott, illetve hát több ok is van, de a legfontosabb ok az az, hogy egyszerűen nem fér bele az időnkbe. Ez, igen, ez a legfontosabb ez oka. A legfontosabb ok. Én nem tudom, a tavaly is bazd meg ránk szálltak, mint a szar, hogy mi basztuk össze, pedig semmi közünk hozzá, és most se lesz. Hát nem. De tényleg, nem is akarunk róluk véleményt mondani. Csinálják, de nem is játszanak. Mondtunk semmit róla. Az idei Play It házban egy kurva szót nem mondtam. Ja, az ideiről nem, egy szót se. Ja. Srácok, lelkesek a nézőink, köszönjük. Hadd nyomják. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon lelkesek, mert szeretnek szájhősködni, a mi kurva anyánkat is pont úgy szidják. Ennyi. Na mindegy. Nem ez a lényeg, a múltkor is mi kaptunk érte. Jó sokat. De most legalább nem megyünk olyan helyekre, ahol el tudják mondani. De ráadásul most meg se kerestek minket, szóval nem nincs mire mondani. Vagy izék vagyunk. They learn. Tanulnak a hibákból. Nem tudom, de léci, ne legyen már ez, hogy most megint mindent fognak baszogatni amiatt, mert hogy negatív kommentek vannak. Nem mondunk semmit. És semmit nem mondtunk, ez az, nem mondtunk. Nem is fogunk semmit mondani. Nyomják. 27. Ezt láttam már Leon, az baszó cucc. Tudom, CK, csak vannak hát, dolgok, amikkel nem akarunk foglalkozni, mert van elég dolog, amivel kell. És azzal pláne nem akarunk foglalkozni, hogy megint valakik, akinek nem tetszik az, hogy valakinek nem tetszik az, azok ránk írnak, hogy biztos miattunk van. Hát a faszom nem miattunk van, jó, de... De... Az igen. De ez nem! Hát... Na mindegy, inkább ebben nem kötök bele. De igen, ja. Tehát így nem. Azzal nem akarunk foglalkozni, nem, és ezzel üzenem is, hogyha valakinek nem tetszik ennek a rendezvénynek az ötlete, az nem amiatt van, mert mi megszülettünk a világra, hanem azért, mert neki nem tetszik, oké? Okay? És maradjunk ennyiben. És szerintem a mai nap, tehát hogyha vége ennek a streamet beállítok automatikusan, hogy bot írjon akkor, hogyha valaki a Play It szót leírja, akkor írja, hogy nem, nem leszünk ott, nem, nem megyünk a Play It-házba. Automatikusan kiírja. Ez biztos jót fog tenni. De komolyan ez lesz, hogyha valaki beírja, akkor ez automatikus lesz most már. Csak hogy tudja. Na mindegy, elég dolog miatt rühelnek, mint a szart minket, meg köpködnek, meg minden, ezért ne kelljen már pénz. Egyébként természetesen csak túlzunk. Mindenki szeret mindenkit. Mindenki szeret mindenkit. De egyébként úgy tudom élvezni egyébként ezt a gyűlöletet, meg mindent. Minden nap itt vagyunk, és hozzátok beszélünk, akik itt vannak a chatben éppen aktuálisan. Csak hozzátok. Igen. Senki máshoz.
mégis mindenkinek baja van. Hevesek a nézőink. Hát ez van, én megértem őket egyébként. De ez mennyire durva, nem? Tehát, hogy tudod, nem ilyen propaganda szövegekkel kántálunk a parlament előtt egész nap, mint az állat, hogy ugye nyilvánosság előtt köpködjön mindenki, hanem itt vagyunk, és veletek együtt nyomjuk ezeket a dolgokat minden nap. És ja. Így ez gond. Nem tudom, hogy mibe szólunk bele, vagy kit zavarunk ezzel, ez van. Meg, de ez van. Ez van, srácok. Egyébként tényleg minden rendben van, csak erről akartam beszélni, hogy ha legközelebb ne jön fel ez a téma, mert tök felesleges. Ezt most letudtuk, ennyi volt. Úgyhogy ennyit akartunk mondani. Srácok, izgalmas lesz még ez a hét egyébként, többféle szempontból is. Aki szeret videózni, az készítse a kameráját, mert holnap után, vagy mikor, jövő hét elején, valamikor lesz egy bejelentésünk, mert ez egy olyan dolog lesz majd, tudod mire gondolok, hogy tudod? Tudni fogja Pisti, csak még most hirtelen nem esik le neki. A másik pedig, hogy kövessetek minket Instagramon mindenképpen, mert ott is lesz érdekesség. Igen. Úgy vettük észre, hogy működnek bizonyos dolgok, srácok, és a javatokra váltak bizonyos dolgok, úgyhogy majd nézzétek az Instagramot. Van itt egy csomag, ami nem biztos, hogy a miénk. Jó, mert az itt van. Oh, yeah. Ja. Senki nem csin... Nem. Coming out-olunk, Erklik le... Erklik the lantern. Lantern. Nem tudok jól most. Erklik the lantern. Nem. Erklik az egy lantern volt. Right click. Vagy right click. Lehet, vagy lehet, hogy Riklik. Richard click. The lantern. Hashtag fuck freedom pass. Na jó, srácok, 27 perc múlva találkozunk, úgyhogy én nem kapkodnám tovább a dolgokat, jó? 10 órától bebúgatjuk azt a fantasztikus Assassin's Creed-et. Mármint a Syndicate-et, ahogy azt mondja valaki, az Origins-szel játszunk. Valaki biztos be fogja jönni, hogy úristen, ugyanúgy néz ki, mint az előző. Prepare. Visszatérünk. Nagyon-nagyon hamar. Legyen szép napotok annak, aki nem tud csatlakozni majd az egész napos streamhez. Akit érdekel, a Wolfenstein, ha lesz, akkor valószínűleg 2 és 3 körül várható valahol. Hogyha, tehát ezt csak azért mondom, hogy ne történjen meg az, ami tegnap megtörtént. Ha 2 óra 17 perc, 42 másodperckor idejöztök, vagy jöttök, és én Assassin's Creed-ezek, és valaki megkérdezi, hogy mi van a Wolfensteinnel, akkor az van, hogy még nincs. Ez nagyon fontos. Így van. Na, szevasztok, sziasztok! Sziasztok!